21 kusz korona lesz. 21 kusz korona? Óránként csám ingyen, és én tapasztalt vagyok a profizmusomnak. Ára van ám. És ha nem adok annyit? Akkor elmegyek. Hová mész? Pán Síp koncertre. Hello. Ne aggódj Kronk miatt, el fog férni. Végre egy vendég, aki nem csak a helyet foglalja majd. Kuszko! Én is segítek. Tényleg? Mégis mit csinálsz? Felkelek. És aztán? És firkálok. Íme a Kuszko firka. Ebben a részben bemutatom. Mi munkáról beszélünk? Mint a takarítás. Meg a pelenkázás. És a mosogatás. Meg a pelenkázás. A lámelketetése. Meg a pelenkázás. És újra. És újra. Kész vagyok. Isten hozott nálunk Kronk. Hát ez egy nem várt fordulat. Csaká, Tipó! Ébresztő! Indulunk a suliba. Pácsá! Üres az ágyuk! Nyugalom, drága, jól vannak. Nem akarom átvenni a nevelésüket, de kicsit már összeszíttam őket. Csomagoltam 10 órait, szalámi szendvicset, salátát, gyümölcslevet, néhány kekszet, desszertek és egy banánt is. Átnéztem a házi feladatukat, kijavítottam néhány hibát. Független gondolatokat nem vesszővel választunk el egymástól. Ó, igen, elmosogattam. A fogukat is megmosattam. Már Kuszkót is felébresztettem. Még nem kellett volna. Kronk, bámulatos vagy. Jó, kicsit segítettem. Ne szerénykedj, mindent megcsináltál, sőt, többet. Megértettem. Úgy érti, többet, mint Kuszko tett valaha. Mert az semmi. Semmi. Jaj, ne szívd merre, Kronknak ez csak a második napja itt. Emlékszel a tiédre? Eltelt egy nap, jöhet egy új pizza. Segítenünk kell rajta? Hagyj már lógva, majd ez a nyápic segít. Á, de hogy segít? Kuszko nem igazi segítség. Hé, hello, még itt vagyok. Pá, mennem kell. Az történt, hogy halálra dolgoztam magam egy ráncos személynél, de ez nem volt elég. Pácsáéknál is keményen dolgoztam, de ebből is veszekedés lett ezért. Úgy érzem, az lesz a legjobb, ha ezentúl idekint élek. Itt, ebben a Zord vadonban? Az. Zord vadon. Hú, ez nem is olyan zord. Ebben is van sok. Ah, jutálom ezt a szót. Munka. Á, semmiség. De nem. Nagy munka volt. Tényleg nagyon kemény munka volt. De tudod mit? Én szeretek dolgozni. Ilyen vagyok. Mit tehetek? Ha én munkát látok, akkor elvégzem. Méghozzá mindig lelkesen. Igen, ha munkáról van szó, te nem ismersz akadályt. Igen, és ha izma... Az a ráncos személy. Igen, ha az a ráncos személy nem értékeli, akkor az az ő baja. Nem bánom. Úgy van, Kronk, keresd meg izmát, vagy bárki is az a ráncos személy, és állj ki magadért. Mondd a szemébe. Ez itt egy emberi arc. Igazad van, Kuszko, megmondom neki. Ja, Kronk, jó, hogy látlak, bocsáss meg, elment az eszem, amikor elküldtelek. Gyere vissza, kérlek. Nem, nem. Az én tehetségemmel és munkabírásommal kapós vagyok a munkaerőpiacon. Mi van? Ki te mi a fejedet ilyesmivel? Valaki, aki jobb barátnak bizonyult, mint valaha is vártam volna. És igaza van, igen. Aki engem akar, fizesse meg, amit érek. Jó, mit szeretnél? Magasabb fizetést? Rendben. Egy új krumpli nyomót, keverőtálat és egy nagyobb gőzpárolót. Adok hozzá még egy új fakanalat is. Rendben, de engem nem rúghat ki senki. Ilyesmit nem tűrök el, azt leszögezem. Értettem,